ralli autó gyors, de a gyorsaság nem minden. Ezt a gépet nagy igénybevételre tervezték. Minden porcikáját megerősítették. Ha egy ilyen hatalmas kakukkot lát az ember egy ilyen magas mechanikus óraszerkezetben, felmerül benne a kérdés, hogy vajon mitől, hogy is mondjam, ketyeg. A kamara zsilip egy óriási felvonó, ami hajókat emel fel egy 2 millió literes vájúval együtt. Mindezt mesterséges meghajtás nélkül. A tekercsnyomdagép rendkívül gyors. 20 km/órás sebességgel nyomtat egyetlen paca nélkül. Kukkantsunk bele ezekbe a gépekbe, és nézzük meg, hogyan működnek. Hogyan működnek a gépek? Harmadik rész. Íme egy ralli autó. Nem is látszik rajta. Azt hihetnénk, hogy egy széria autó egy kicsit felspécizve, igaz? Tévedés. Bár kinézetre semmi különös nincs rajta, ha beindítják, megtáltosodik. Az a járgány, amit a helyi kereskedőnél beszerezhetünk, tényleg rokona ennek, de csak távoli. Nagyon távoli rokona. Valójában az egyetlen alkatrész, ami a széria kocsiból megmaradt, az a fényszóró. Turbófeltöltő, erős fékek, kormányzás. Ezeket mind újra tervezték a sebességet, irányíthatóságot és kezelhetőséget szem előtt tartva. Hogy leküzdhessen egy őrülten nehéz pályát anélkül, hogy bárkiben kárt tenne. Lássuk, hogyan működik. A legfontosabb a sebesség és az irányíthatóság. Ezen a két dolgon múlik minden. A motor a gyorsuláshoz kell. A fékek a kanyarodáshoz és a jármű feletti uralom megtartásához. Egy csúcsminőségű motor több mint 300 lóerő leadására képes. Ez nagyrészt a turbófeltöltőnek köszönhető, ami nem más, mint egy a kipufogó rendszerbe iktatott turbina. A turbina percenként mintegy 150 ezres fordulaton pörög. 30-szor gyorsabban, mint a motor. Ez a forgás egy kompresszort hajt meg, ami a légszűrőn keresztül kintről levegőt szív be. Majd túlnyomással bepréseli azt a motor égőterébe. Több levegővel több üzemanyagot tudunk elégetni, ami kirobbanó eredményre vezet. Ez a hatalmas erő itt a rajtvonalnál mutatkozik meg. Ahonnan 4 másodperc alatt gyorsítja az autót 0-ról 100 km/órás sebességre. Ez a sebesség jól jön majd a pálya egyes szakaszain. De ezek a versenyek a kanyarokban dőlnek el. Ahol elég egy apró hiba, és már is értékes időt veszítünk. A kanyarok legyűréséhez komoly fékrendszer szükségeltetik. Ezeken az autókon a létező legjobbat találjuk. A legtöbb kocsi tárcsafékében egyetlen munkahenger nyomja a fékbetétet a féktárcsához. De ezek egy versenyen pillanatok alatt tönkre mennének. Egy ralliautónak 8 munkahengeres tárcsafékre van szüksége a sebesség és az irányíthatóság érdekében. És mi van ezzel a manőverrel? A 180 fokos hajtű kanyarral. Ahogy a klasszis sofőrök csinálják, úgy könnyűnek tűnik. Egy hétköznapi sofőr széria autóval úgy már nem. A ralli autókon hatékony kéziféket találunk, ami az ilyesmit lehetővé teszi. Önök talán a parkoláshoz használják, de ez a gép nem arra termett, hogy egy helyben áldogáljon. A kézifékkart itt a kormány mellett találjuk, hogy a pilóta keze ügyében legyen. Egy független hidraulikus rendszer blokkolja a hátsó kerekeket. És már farol is az autó.
Ezt a gépet erre találták ki. Valamint arra, hogy egyben is maradjon. Egy ralliautón minden hegesztési varrat folyamatos. Még a bukó kereté is. Ezáltal egyegységet alkot a kaszni, tehát ütközéskor az erőhatás egyenletesen oszlik el. Ráadásul a bukókeret mindenhol háromszöget zár be az alvázzal. A bukókeret krom-molibdén acélból készül. Ez az ötvözet könnyebb, mint a szokványos acél, és erősebb is. A háromszög rácsozat egyenletesen osztja el a becsapódás erejét, emiatt a keret bármilyen irányból érkező ütést képes elviselni. Tehát a ralliautó nem csak túlél egy olyan szaltót, ami egy átlagos kocsit totálkárossá törne, hanem talpra állítva visszatér a versenybe. A bukókeret szilárd alapot nyújt a lengés csillapítóknak is. Ez utóbbiak két kulcsfontosságú részből állnak. Rugóból és csillapító teleszkópból. Ezek együttműködése fékezi az út egyenetlensége okozta karosszéria lengéseket. A rugókkal az a gond, hogy ugyanolyan gyorsan kinyúlnak, mint ahogy összehúzódnak. Ettől viszont sokat zögykölődnénk. A lengéscsillapító egy hidraulikus csillapító teleszkóppal a belsejében kordában tartja a rugók kinyúlását és rezgését. Miközben megőrzi a gumik és az út közötti létfontosságú tapadást is. Pályaversenyekre alacsonyra és keményre állítják be, az úttalan utakon viszont jobban magasabb és lágyabb. Egy négy darabos készlet körülbelül 7000 eurót kóstál. De ha az ember a lengés csillapítón spórol, annak a pályán fizeti meg az árát. Rendkívül fontos, hogy az úton maradjunk. A kormányt egy filces anyaggal borítják, hogy a sofőr kesztyűjét szinte úgy rögzítse, mint egy tépőzár. Senki sem szeretné, ha lecsúszna róla a keze. A ralliautók irányító paneljeit a sofőrhöz a lehető legközelebb helyezik el. Ezzel a kapcsolóval 50 millisekundum alatt válthat sebességet, anélkül, hogy a kormányt egy pillanatra is elengedné. Ami nagyon fontos, hiszen a győzelem néha a másodperc tört részén múlik. Amikor a sofőr és az autó sikeresen szerepeltek, lehet pesgőt bontani. Ha bármelyikük is megbotlik, az eredmény sokkal fájdalmasabb. Gyorsaságban, mozgékonyságban és trapabírásban semmi sem betekedhet egy ralli autóval. Lehet, hogy ez a gép hasonlít autószalonbeli rokonára, de azt ki ne hozzuk ide. Ezt a terepet a szuperkocsiknak tartják fenn. Üdvözlöm nézőinket a müncheni Marienplatzon. Itt található egy torony, amiben a világ legnagyszerűbb mechanikus időmérőjét láthatjuk. És egy Glockenspielt, azaz harangjátékot. Alkatrészei a torony 11 szintjéből 8-at foglalnak el. Alkatrészei ezek az emberkék, egy hatalmas zenedoboz, egy teremnyi fogaskerék, és 7 tonnányi harang. 100 éve csenget, mozog, tikkel és takkol. Lássuk, hogyan működik. Kezdjük a vizsgálódást a szerkezet közepén, ezzel a csodás órával. Mint minden hatalmas időmérőt, ezt is egy inga működteti. Az inga kileng, tikk és takk. Segítségével pontosan mérhetjük az időt. De ennek érdekében az órásmestereknek meg kell birkózniuk néhány makacs problémával. Először is minden alkatrésznek egy pontosan meghatározott időegységnyit kell mozognia, mondjuk egy percnyit, ami aztán megismételhető. Tehát hogyan vesszük rá a percmutatót, hogy pontosan 60 másodpercenként lépjen egyet? Ehhez besegít nekünk a gravitáció. Ez adja az inga tökéletes időzítését.
Úgy kell beállítanunk az inga hosszát, hogy a kilengése pontosan 1 másodperces legyen. Ennyi. A súlya nem is számít, mivel a gravitáció állandó. A kilengés mértéke sem érdekes. Csak az inga hossza fontos. A pontos működés érdekében minden ingát egy ilyen gátlóművel szerelnek össze. Ahogy az inga átlendül a középponton, a gátlómű ütközői tovább engedik a fogaskerék egy fogát. Egyszerre egyet. Ez kelti azt a bizonyos ismerős hangot, ez a tikk. És ahogy visszafelé lendül, már ki is találták, az a takk. Ez újabb kérdést vet fel. Hogyan küszöböljük ki a súrlódást, ami megállítaná az ingát? Minden egyes tikk és takk után az ütköző különleges alakja egy kicsit lök az ingán. Ez a lökés hullám végighalad a tengelyén. Nem túl erőteljes, de ahhoz elég, hogy az inga legyőzhesse általa a súrlódást, és tovább mozoghasson a két végpontja között. Ha ennek a kis óralapnak a funkcióján törik a fejüket, hát ezen követik nyomon a technikusok a torony óraállását. Képzeljék el, mi lenne, ha folyton fel alá kéne rohangálniuk a toronyból a térre, hogy ellenőrizhessék. Jól van, a másodpercek tökéletesen elketyegnek, de hogyan lesz abból ez? Egy sor fémrúd köti össze a szerkezetet az órával. A hatalmas mutatót megmozdító erő egy nagy nehezéktől származik. Ugyanaz az elv, mint otthon a nagyapa órájában. Ahogy lefelé ereszkedik a súly, ez a kábel fogaskerekeket forgat el, ami elfordítja a rudakat, amitől elfordul a mutató. Ez pedig felveti a harmadik problémát. A gátlómű hogyan tudja megakadályozni, hogy az egész fékevesztett pörgésbe kezdjen? Megszámolja a másodperceket, és 60 után felemel egy rögzítőkart, ami eddig a súly lezuhanását gátolta. A súlyt a másodperc tört részére szabadon engedik. Éppen csak annyi időre, hogy az megforgathassa a fogaskerekeket, amelyek tovább léptetik a mutatót. Majd ezt minden percben megismétlik. Ahogy a súly az alsó végpontjához közeledik, egy kis motor visszacsévéli legfelső kiinduló állásába, hogy tovább működtethesse az órát. Hát tessék, ez az, ami egy hatalmas toronyórát ketyegésre bír. Jól van, most nézzük a harangjátékot. A 9. szinten található nagyanyáink zenedobozának óriás változata. Egy dal hangjegyeit alakítja át elektromos jelekké ezeknek a fémtűknek a segítségével. Ezek a jelek vezérlik az ezen az asztalon lévő fogaskerekeket, amelyek hosszú kábeleket húzigálnak, melyek aztán megkongatnak egy-egy harangot. Így állnak össze a klasszikus dallamok ezen a közel 7 tonnányi harangsokaságon. Minden tű egy hangjegyet küld egy fogaskeréknek, ami megszólaltat egy harangot, és minden harang eljátsza a rászabott részt. Ezek számára az életnagyságú alakok számára, melyek a 8. szinten helyezkednek el, és amelyeket egy elektromos motor és egy sor fogaskerék működtet. Egyszer lovagi tornát mutatnak be, másszor táncoló kádárokat láthatunk, vagy egy kakast kezd el kukorékolni. Az egész olyan, mint egy régi kakukkos óra, csak több fogaskerékkel és több kakukkal. Akár van esztrád műsor, akár nincs, az egésznek az inga a lelke. És ez az, amit minden mechanikus órában fellelhetünk. Kakukkosban, vagy kakuk nélküliben. Íme a Peterborough-i Kamra zsilip, amely Kanadában, Torontótól másfél órányira található. Ez a Trent-Severn csatorna egy sarkalatos pontja. Egy 386 kilométeres vízi úté, mely lehetővé teszi az 5 nagy tó közötti hajózást. Az 1904-ben épült zsilip könnyedén felemel 1500 tonnányi vizet hajóstul, mindössze 90 másodperc leforgása alatt.
Mindezt egyetlen watt elektromosság igénybevétele nélkül. Jó, a visszajelző lámpák elektromosak, de ennyi. Ugyanakkor ez a világ legmagasabb hidraulikus kamrazsilipje is. Nézzük, hogyan működik. Kamrazsilipet ott építenek, ahol egy csatornának természeti akadályt kell leküzdenie. Például egy vízesést. Itt játszik szerepet az emelő funkciója. De hogyan lehetséges ez bármiféle meghajtás vagy elektromosság nélkül? A gravitáció és a víz segítségével. A kezelő elindít egy dugattyút a zsilip alatt. Ezzel lezárja ezt az ajtót az alsó részben. Elválasztva ezzel a kamrazsilipet a csatornától, ami felveti az első problémát. Egy hatalmas teknőt kell megemelnünk. De nem kell hozzá más, csak víz és gravitáció. A kamrazsilip olyan, mint egy mérleghinta. Ha az egyik fele lefelé mozog, akkor a másik felfelé megy. Azonban ehhez a felső kamrának nehezebbnek kell lennie. Ide plusz 30 centi magas víztömeget eresztenek be. Ettől 144 tonnával nehezebb lesz, mint az alsó kamra. A gépezet vizet használ súlyként, mert az ő szemszögéből mi és a hajónk súlytalanok vagyunk. Mivel a hajó lebeg a vizen, az összsúlya annyi, amennyi vizet kiszorít. Tehát akárhány hajót is zsúfolunk a kamrába, a súly sosem változik. Jól van. Tehát ennek a plusz vízmennyiségnek köszönhetően mozgásba jöttünk. De pontosan hogyan mozgunk? Mi tartja vissza ezt a 2 millió literes fürdőkádat attól, hogy lezuhanjon egyenest a csatornába? Két egyforma dugattyú nyugszik egy vízrétegen. A dugattyúk ezekben a nyomókútnak nevezett hengerekben mozognak. Ahogy a felső kamra lefelé halad, lefelé nyomja az alatta lévő dugattyút. A nyomókútban lévő víz belepréselődik ebbe a szűk kis csőbe, amely átvezeti a kamra zsilip másik oldalára. Ahol a víz a második dugattyút és a rajta elhelyezkedő kamrát felfelé irányuló mozgásra kényszeríti. Amikor a művelet befejeződött, a kezelő kikapcsolja a két nyomókutat összekötő cső közepén lévő szelepet. Ezzel rögzíti a kamrákat a helyükön, és most már kimanőverezhetünk belőle, és elhajózhatunk. Talán régi a Peterborough-i kamrazsilip, de építői tudtak egy-két dolgot a környezetbarát technológiáról. Víz és gravitáció. Egyszerű. 100 évesen is ez a világ legmagasabb hidraulikus kamrazsilipje. A vezető londoni, New Yorki vagy párizsi napilapoknak mindössze néhány órájuk van, hogy kinyomtassák és árusítani kezdjék friss példányaikat. A tekercs nyomdagép nélkül erre képtelenek lennének, ami a papír befűzésétől az újság összehajtogatásáig folyamatosan és hibátlanul nyomtat. Web offsetnek is hívják a papír szövedékes útvonala miatt. Napilapok esetében így lehet a leggyorsabban és legolcsóbban nagy mennyiséget nyomtatni. 40 perc alatt lefut egy 11 kilométeres papírtekercs, és röptében leállás nélkül fűzik be az újat. A papír ezen a nyomóművön mintegy 10 oldalas másodpercenkénti sebességgel halad át, és ezek a görgők ennek az óriási sebességű nyomtatásnak a kulcsai. Lássuk, hogyan működik. Maga a nyomóforma egy hajlékony alumínium lemez, amit egy hengerre rögzítenek. De ha közelebbről megnézzük, sima a felülete. Hogyan lehet egy olyas valamivel nyomtatni, amin a nyomóelemek nem emelkednek ki a síkból? Ez azon az elven alapul, hogy az olaj és a víz nem keverednek. Az alumínium lemez különleges bevonatát olajalapú festék felszívására tervezték. Tehát, ha ezt most bekenjük tintával, akkor egybefüggő fekete festést kapunk. Ezért ultraibolya sugárral felviszik a lemez bevonatára a 4 oldal digitális képét. Az UV-fénnyel bevilágított részek megkötnek a helyükön.
miközben a felesleges réteganyagot vegyi fürdőkkel lemossák. Az emulzió és a csupasz fém most már nyomóformának mondható. Amint felhelyezték a nyomóhengerre, a nyomólap festéket és vizet szed fel a hengerekről. A megkeményített részek felszívják a festéket. A nyomólap többi része egy vízréteget vesz fel, ezért a nem nyomtatandó felületek nem lesznek festékesek. Tehát a tinta réteges lap készen áll a nyomtatásra, de nem közvetlenül papírra. Attól túl gyorsan elkopna a nyomólap. A fém nyomólapot erre a dobra helyezik fel. A festékes kép átkerül a nyomólapról egy gumihengerre, amit gumilepedőnek hívnak. Ezek után a gumi viszi át a festéket a papírra. Ezért nevezzük offset, azaz közvetett eljárásnak. Hogy a papírnak mindkét felére nyomtathassanak, nyomólapok és hengerek között vezetik át. A henger egyetlen fordulatával a dob mindkét oldalon 8 oldalt nyomtat a papírra, egy tized másodperc alatt. Ez a nyomdagép 6 nyomóműből áll. A magasaknál 4 hengerkészletet találunk, tehát színesben nyomtatnak. Az alacsonyak csak feketével dolgoznak. A papírtekercsek a nyomdagép két végéről indulnak, és a hajtogatógépnél találkoznak. A gép összefogja őket, összehajtja és felvágja az újságokat. Aztán percenként mintegy 500 példányt rak halomba, továbbít és kötegel. A tekercs nyomdagépnek köszönhető a kifejezés: frissen a nyomdából. Ezt a gépet még manapság a digitális korban sem lehet felülmúlni példányszám, sebesség és előállítási költség tekintetében.